Ezúttal egy tolnai óvodapedagógusnak, Kékesi Anitának nyílt festmény és fotók kiállítása a Magházban. Anita elmondása szerint szeret épületeket, tájképeket festeni, de leginkább a folyó, a tenger hullámzása az, amit különösen szeret vászonra vetni. A kék minden árnyalata magával ragadja, és a legnagyobb kihívást az jelenti számára, hogy ezeket a színeket és a víz fodrozódását valósághűen tudja megjeleníteni. Kicsi korom óta a babáimnak mindig divattervezőként ruhát szerettem volna készíteni, és az általános iskolai tanítom, ő volt az, aki így ösztönzött, neki volt egy szakkör, és arra jártam, és így ő szerettette meg velem a rajzot. Majd egy művészeti iskolába is jártam 17 éves koromban, és ennek hatására pedig a szekszárdi tanítóképzőt végeztem el, és ott általános tanító, vizuális nevelés, műveltség területen végeztem. És akkor igen, tehát így utána hobbivá vált, nagyon szeretek festeni, rajzolni, biciklizni, és a biciklizés közben látottakat. Mindig, hogyha megyünk valahová kirándulni, akkor viszem magammal a festékemet, ecseteket, és akkor én ott rajzolok, meg festek. Fotózni már később kezdett, 5-6 éve. Szintén biciklizés közben látok valamit, és akkor azt így lencse végre kapom, mert mindig azt mondom, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy tudjuk meglátni a részletet, mert hogy ezek a fontosak. Nagyon szeretem ugye a természetet, és akkor így a vizet. A vizet szeretem festeni is, és fényképezni is, illetve ugye az erdőt, mert van kettő kép is, és mondtam, hogy ez is lehetne ugye a nyitó, hogy a zöld és kék, mert ugye a kéknél az ég színe, illetve a víz, a zöldnél pedig ugye a fáknak a lombjai, a levelei, ezer arca, nyugalmat áraszt, és hogy fontos, hogy igen, az emberek egy kicsit tudjanak kikapcsolódni ugye, hétköznapok zajából. Anita azt mondja, a rajzolásban, festészetben számára hatalmas örömöt jelent annak tudata, hogy egyfajta teremtővé válhat, és az élmény, hogy az adott alkotás az ő kezei közül kerül ki. Erőt, inspirációt, ugye egyik következik a másikból, és hát ilyen kikapcsolódás. Vagy meglátom, és akkor na, időm engedi, akkor meg is festem. Illetve születésnapokra, névnapokra is mindig így személyes ajándékot szoktam készíteni. Úgyhogy most ez nagyon jó, hogy ennyi munkám elkészült, mert a munkáimnak a 99% az ajándék, tehát nekem nincsenek is meg a képeim. Új technikákat, igen, azokat szeretném kipróbálni, az akvarellezés, illetve a kaligráfia az, ami még így nagyon érdekel, ugye a betűírás, úgyhogy ezek lennének így a közeljövőben. Rózsa vagyok a babám.